Köszöntöm a nézőket! A tervek szerint nyáron új buszmenetrend lép életbe itt Székesfehérváron, hogy mi minden fog változni, azt megtudhatják vendégemtől, Pap Zsigmond közlekedési szakértőtől. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Köszönöm. Hát új buszmenetrend elmondtam, azt ugyan nem mondtam hozzá, hogy a tervek szerint mindenhonnan elérhető lesz. Ugye a vasútállomás, a kórház és a piactér. Jól mondom? Nagyjából mindenhonnan, igen. Nagyjából. Azért minden városrészből közvetlenül nem lehet mindent elérni, de törekedtünk arra, hogy a legtöbb városrészből ez a három fontos hely elérhető legyen. Az egyik legfontosabb kérdés, tehát a legfontosabb kérdés szerintem, hogy miért volt szükség arra, hogy megreformálják a közlekedést itt Székesfehérváron? Leginkább azért, mert a mai hálózat, ami most még működik, az 1976-ban jött létre, és akkor azért a város más arcát mutatta még, és azóta a foglalkoztatás jellege is átalakult, a napi rutinunk is változott, mások az igényeink a közlekedéssel szemben, mások ugye a munkahelyi jellemzők is mások, mondjuk az emberek egy része 9-re jár dolgozni például, tehát a csúcsidő hosszabb, mint mondjuk a 70-es években, amikor 7-re jártak az emberek, alapvetően meg 8-ra. Nagyon sok ilyen apró tényező változása hozta el azt, hogy a mai hálózat nem igazodik annyira az igényekhez. Egy korábbi, nem Fehérvárra fókuszáló ilyen közlekedési szokásjellemzőket vizsgált tanulmány azt mutatta ki, hogy a tömegközlekedés használói az átszállástól félnek a legjobban, és ez a legnagyobb elriasztó tényező jelenleg, vagy a mai korban a tömegközlekedés használata elől. És igyekeztünk ezt figyelembe véve a korszerűsítés során az átszállásmentességre is törekedni például. Tehát igyekeztünk ezeket a mai rövidebb járatokat hosszú várostátszerű járatokká kombinálni. Ugye Székesfehérvár önkormányzata kérte fel erre a munkára, hogy segítsen szakértőként megalkotni ezt az új buszmenetrendet. Hogyan lehet elképzelnünk így? Gondolom, hogy ennek egy hosszú előkészítő fázisa volt, vagy előkészítő ideje volt. Igen, az fontos előzmény, hogy 2012-ben már volt egyszer egy átfogó hálózati terv, amit a város elkészítetett, és abban egy alapvetően új hálózatot tervezett a külső szakértő, ami majdnem eljutott a megvalósításig, aztán mégis a bevezetés előtt közvetlenül le lett mondva a változás. Leginkább azért, mert nagyon sok változást tartalmazott, és ez a közvéleményben nem volt feltétlenül pozitív. És ennek figyelembevételével kezdtük ezt a munkát 2019 őszén. A megbízónak az volt, hogy a városi önkormányzata azzal bízott meg, hogy a többféle hálózati változatot dolgozza ki különböző paramétereknek megfelelően, és az egész indukálója az a körülmény volt, hogy az autópályás autóbuszjáratok, amik Budapestre mennek, ezek folyamatosan csökkent a számuk, és ezért Öreghegyről például, vagy a Zombori út térségéből az a lehetőség, hogy föl az autópályán menő távolsági buszra a Köfém lakótelepnél az utas és leszáll a Sasadi úton, ez megszűnt, illetve elkezdett radikálisan csökkenni a száma ezeknek a járatoknak. Itt korábban tulajdonképpen sűrűbben ment Öreghegyről Budapestre a busz, mint a vasútállomás a belváros felé. Reggel ilyen 1 órás 20 perces követési időszakok voltak, a város felé délután meg fél óránként jöttek vissza ezek a buszok, és egy óra alatt haza is értek Fehérvárról. Ezek már teljesen szinte megszűntek. A vasútvonal fejlesztés kapcsán az állam ezeket a járatokat nem kívánta tovább fenntartani, és ehelyett a vasút fejlesztésébe arra koncentrált. És emiatt egy fokozódó nyomás volt a városon, hogy a vasútállomás elérését javítsa. És az egész munka innen indult, hogy ebből a változásból eredve javítsuk a lehető legtöbb városrészből a vasútállomás elérését, és a menetrendet igazítsuk a vonatokhoz, mert ma az egyes buszjáratok menetrendjei leginkább az autóbuszok fordulás idejéből adódik. Nagyon sok üzemi szempontot vesznek figyelembe ma a menetrend tervezésekor, és próbáltunk ehelyett egy olyan menetrendet kialakítani, ami teljes üzemi időben megegyezhető indulásokkal, tehát minden órában ugyanakkor indulnak a buszok, mint 13-kor és 43-kor mennek a buszok, mondjuk abba az irányba, hogy az embernek kevesebbet kell gondolkodni, mikor fog jönni a buszom, és igyekeztünk egy ilyen menetrendet kialakítani.
Tehát igazából ebből az Öreghegy, Zombori út, autópályás busz kérdés körül indult az egész, csak közben pontosan a 2012-es hálózati változat tapasztalatai alapján azt kérte a megbízó, és ebben abszolút egyet tudtam vele érteni, hogy a ma tradicionális irányok maradjanak meg az új hálózatban, és ezért végül is egy olyan változatot dolgoztunk ki részleteiben, ami nem borítja fölfenekestől az egész hálózatot, hanem leginkább a ma jól működő gerincvonalakat megtartja, azokat mondjuk összeköti, ha van egy ilyen meg egy ilyen járatom most a városban, abból csináltunk egy ilyet, ami átmegy az egész városon. És az ilyen ritkább pár alkalommal közlekedő buszokat, például a 29-est, naponta csak 5-ször megy Palotavárosban, vagy a 27-est, ami csak 5-ször vagy 6-szor végigmegy a Berényi úton egy szűk réteget kiszolgálva, azokat összegyúrva ilyen sűrűbb, hosszabb járatokat tudtunk kialakítani. És ennek amellett, hogy az átszállások csökkenése e felé vezet, hogy a járatok hosszabb útvonalon mennek, ha mégis át kell szállni, akkor tervezhető az átszállás, mert ugye minden megállóban mindig ugyanakkor megy az a járat, és nem kell gondolkodni a délelőtt vagy délután mikor indul, hanem nagyjából ugyanakkor megy mindig. Emellett ennek megtakarítási, tehát ebből jelentős teljesítményt, menetrendi teljesítményt tudtunk kivenni. Ennek egy eklatáns példája például a 10-es és a 26-os busz összekötése, ami két belvárost érintő járatból csinálnánk egy átmérős viszonylatot. A mai 10-es busz az Orsolyai utcától a Szedreskert lakónegyedig közlekedik, és emellett párhuzamosan a közös szakaszukon a 26-os a Jancsár utcától az Öreghegy felé megy. Ezeket így lehet nagyjából elképzelni. És ugye ez a busz mondjuk az Orsolyai utcától beérkezik a belvárosba, itt elkezdi veszteni az utasait, és a Szedreskerti lakótelepig kiürül. A 26-os busz elkezdi gyűjteni az utasait, és kiürül ugye a túlsó végállomásig, ezért ezen a közös szakaszon mindig van fölösleges menetrendi teljesítmény. És ezt megszüntettük, a két buszt összegyűrtük egybe, ezért ezt a kis szakaszt, ezt ki tudtuk venni. Tehát ezt nem kell finanszírozni, hogy itt nem két busz, hanem csak egy. És nagyon sok ilyet tudtunk kimazsolázni a rendszerből, és az ilyen megtakarításból tudtuk például 8-as, 18-as körjáratokat létrehozni, amik a legfontosabb célpontokat, mondjuk az uszodát, a piacteret, a vasútállomást, a kórházat és a Szent Flórián körút környéki bevásárlóközpontot negyed óránként, főránként el tudják érni. Ez egy olyan buszjárat, ami mindig sűrűn közlekedik, csúcsban, napközben is viszonylag sűrűn jár, és ehhez csak kimegyek és el fog vinni ahhoz a célponthoz, amit eddig ki kell csillebizálni, hogy na délelőtt ez a busz, délután az a busz, vagy délután este az a busz visz el oda. Ilyen szempontból talán egyszerűbb lesz a rendszer használata. Sok mindent elmondott, de biztosan nagyon fontos tényező volt az, hogy megnézzék, hogy mennyien közlekednek egyes buszjáraton. Mit lehet tudni itt Fehérváron, mennyire nagyon használják a buszt, mondjuk a buszközlekedést az emberek, és hát kik voltak segítségére ebben a felmérésben, vagy mit lehet róla tudni? Igen, ez egy fontos megelőző munka volt, hogy a projekt úgy indult, hogy nyilván gondolkodtunk azon, hogy mit lehetne tenni, és emellett a fontos csomópontokban és járatokon utasszámolást végeztünk, még a járvány időszaka előtt bőven, tehát ez szerencsénk volt, hogy ezt még akkor el tudtuk kezdeni. 2019 őszén, tehát szeptembertől decemberig, illetve 2020 január-februárban végeztünk számolásokat a városban számos ponton. Itt felírtuk a busznak a rendszámát, irányát, járatszámát, hány utas van a buszon. Nyilván, hogyha a busz tele volt, akkor azt tudtuk fel, hogy a busz tele van, tudtuk megszámolni azt a 95 embert a csuklós buszon, de egy olyan 25-30 fő alatt azért nagyjából plusz-minusz 1-2 főbe tudtuk lőni az utas számokat. Ezt tapasztalt mérőbiztosok végezték ezt a számlálást, én magam is voltam kint rendszeresen számolni. Ez úgy nézett ki, hogy a város, tehát egy mérős napon, a városban mondjuk 5-6 ponton elhelyezkedtünk, és mindenki a saját feladatát végezte. Igyekeztünk úgy elhelyezkedni, hogy egy járatot legalább 2-3 ember különböző pontokon tudjon mérni. Ebből ki tudott jönni a menetidő, hogy a két pont között a busz mennyi idő alatt teszi meg a távot reggeli csúcsban, délutáni csúcsban, napközben, késő este. És a többi általában 5-15-től 8-30-ig, és délután hát 1-től 2-től 5-ig 6-ig mértünk. Például a vasútállomáson, a piac téren, a református általános iskolánál mértünk a Tompa utca Berényi körforgalomnál, a fiskális úton, a kórháznál, tehát több helyen mértünk, és ezeket kiegészítettük azzal, hogy a
a gépkocsivezetőket megkértük arra, hogy egy mérőlapon vezessék a saját járatukon a föllászálló utasokat. Ezt általában nagyon lelkismeretesen töltögették ezeket az íveket, úgyhogy köszönöm nekik, mert ez nagy segítségünkre volt, és általában, amikor ők töltötték ezeket a papírokat, akkor mi is ellenőriztünk, tehát egy járatot nagyon sok szemmel tudtunk gorcsú alá venni. Ebből egy elég nagy adatbázis jött ki, amiben utasszámok vannak az egyes járatokra, a menetidők, a egyes szakaszok között. Fölírtunk egy-két ilyen dolgot, hogy a kijelző nem működik, az ajtó nem működik, szokatlan a tömeg, stb. Tehát ilyen apróságot is magunknak fölírtunk. Ez egy 3000 valahány száz rekord van ebben a táblázatban, amit ebből adatbázist, amit készítettünk. Minden egyes mérés, ez egy rekord. Tehát ha egy autóbusz végment az útvonalán, és a sofőr írta föl a szállókat, akkor annyi rekord, ahány megállóhelye van a járatnak. De hogyha mondjuk helyszíni mérésen vettünk részt, akkor a Géza utca Királysor körforgalomban, akkor az annyi rekord, ahány busz elhaladt és fölírtuk. Tehát nagyjából 2800 járatot figyeltünk meg helyszínen, és a maradékot azt a gépkocsvezetők megállónként tették hozzá ehhez a munkához, és ez képezte az egyik alapját ennek a munkának. Azt látjuk, hogy az utas szám csekély sok esetben, van néhány járat, ami viszont kiemelkedő a zsúfoltság, és azt is látjuk, hogy vannak olyan járatok, amik viszonylatok, amik jól működnek, ahol azért legalább csúcsidőben az utas szám kedvező 30-40-50%-os kihasználtságok adódnak, ez a 24-es például, ami így működik, és vannak olyan viszonylatok, ahol viszont biztos, hogy valamilyen okból, de nagyon kevesen vannak. Ezek a járatok valószínűleg nem működnek már, vagy a funkciót, amit korábban betöltöttek, arra már nincsen szükség. Ezeket egyesével végig kellett bogarászni, és azt láttuk, hogy ezek a viszonylag egyszerű vonalvezetésű, sűrűbben közlekedő, közérthető járatok a jövő, azt használják ma is az utasok, amik ma is ilyen menetrenden járnak, amit most szeretnénk általánosabban bevezetni, amik ilyen nagyon, nagyon nehezen kiselevizálható menetrenddel, nagyon speciális igények szerint mennek, azokon nem nagyon találtunk érdemi utasforgalmat. Gondolom, hogy az átalakításnak az is a célja, hogy picit meghozzák a kedvét a buszos közlekedéshez. Feltétlenül, igen. A járatok, illetve az útvonalaknak a száma, mit lehet tudni itt Székesfehérváron most mennyi járat van, vagy mennyi útvonal van, és hogy ebben lesz-e változás, vagy milyen változás, vagy lesz-e valami, ami tényleg összehozódik, és kevesebbé válik? Hát sajnos a számokat fejből nem tudom, de van egy papírom erről, amit talán a közleményben is benne volt. Összességében a viszonylatok darabszáma csökken. A mai 44 viszonylatból 30-valahány lesz, és ezt is úgy kell elképzelni, hogy van ebből a 30-valahány viszonylatból több pár, ami valójában járatpár, tehát a 8-as, 18-as körgyarat, az egy viszonylat csak a két irányú kör miatt, egyik az így teszi meg a kört, a másik így teszi meg a kört, külön számoztuk, hogy közérthetőbb legyen. Tehát ilyen szempontból összességével egy ilyen 20-21-két önálló viszonylat közlekedik, amiben lehet mondjuk 2-es 2A járat is, egy időszakban az tovább megy, a másik időszakban nem, és akkor az 2A-nak hívjuk. Ezt mondjuk egy viszonylatnak mondom, akkor ilyen 21-2 ilyen viszonylat marad. Ugye a járatszám is csökken, a járatot úgy értem, hogy tehát egy járat, ami elmegy A-tól B-be egy időpontban, azért csökken, mert ugye összekötöttünk viszonylatokat, ezért nem két járat teszi meg azt a távot, hanem csak egy. De az látszik a statisztikából, és sajnos a számokat tényleg fejből nem tudom, nagyon röstellem, de ezt most így nem készültem, sem ezt nem írtam bele a tenyerembe, hogy viszont ahhoz képest, hogy mennyivel csökken a viszonylatok száma, a járatok darabszáma növekszik, tehát sűrűbben fognak közlekedni a viszonylatokon a járművek, a legtöbb járaton, pusztán azért, mert ezeket a párhuzamos szakaszokat ki tudtuk nyerni, ezért föl tudtuk ezt használni valahol más üzemidőbővítésre, például teljes sűrítésre, reggeli csúcsidőszakban, vagy mint napközbeni közlekedésre. Például a 31-es busz meghosszabbodik a Jancsár utcáig, a vasútállomástól, és óránként, egész nap 30 percenként fog járni, nem óránként. Tehát ilyen apróságot tudunk ebből megcsinálni. Hogyan tudták átgondolni, hogy bizonyos részekből a városban ne kelljen átszállni, hogy ezt hány helyen tudták megoldani, vagy körülbelül? Hát ezt így darabszámra nem tudom megmondani. Azt néztük meg, hogy hogyan tudunk olyan viszonylat útvonalakat kialakítani, ami útvonal az elejétől a végéig
célszerűen használható utazásra, tehát mondjuk ne egy V alakú legyen a járat, ne egy nagyon U alakú, hanem viszonylag egy egyenes. Tehát a város nagyjából topográfiai szempontból értelmes útvonal a szelje át. Például ilyen lenne az új 2-es viszonylat, ami a 12-es és a 32-es összevonásából a Sóstói bevásárlóközponttól, csúcsidőben az Angol utcától, a Sóstói ipari parkot is feltárva, a vasútállomást érintve az Öreghegyig, a Kassai utcáig közlekedik. Például ez egy szép átlós járat, ami a városnak a délnyugati pontjától, a vasútállomást, az Árvonalos teret érintve elmegy Öreghegy észak-keleti pontjáig. Ennek egy ellenpárja lehet például a 7-es busz, amit a 37-es és a 22-es összevonásából hoznánk létre, ami Fekete-hegy Kőrösi utcától a piac térre, vasútállomás és a kórház érintésével Kisfaludig közlekedik. Ilyen útvonalakat nézegettünk végig, hogy hogy lehet, tehát vannak olyan járatok, amik menetrendi szempontból is összepárosíthatók, tehát a követéseik nagyjából azonosak, és térkép szerint tehát a topográfiai szempontból is egy tengelyűnek tekinthetők. Létrejönne az 5-ös busz Fekete-hegytől a Sóstóipari parkig, az új 26-os busz az a Maroshegytől, az Újhidai utcától a Béla utcáig, a 7-esnek lenne egy 6-os nevű járatpárja, ami szintén Fekete-hegytől menne Öreghegyre, ezek együtt negyed óránként közlekednének a közös szakaszukon, ez egy jó hosszú szakasz a 3-as hídtól egészen a Nagyszombati utcáig. Ez az új 8-as, 9-es, 18-as, 19-es körjáratpár szintén ilyen, ami ugyan egy körjárat, viszont a szűkebben vett belvárosban maradva viszonylag az összes célpontot föl tudja tárni csúcsban negyed óránként, csúcsidőn kívül fél óránként. Úgyhogy az nagyon fontos, hogy a városnak a forrása véges volt erre a projektre. A ma az autóbuszok egy évben 3.210.000 kocsikilométert futnak, ugye egy kocsikilométer az annyit tesz, hogy egy busz egy kilométert megy, ez azt jelenti. És ebből a teljesítmény keretben nem tudtunk igazából kilépni, ez volt a plafon. Egyedül az albaipari zóna jobb feltárás érdekében tudtunk egy kis teljesítménytöbletet beletenni, viszont úgy épül fel a rendszer, hogyha később van lehetőség arra, hogy bővüljön az erre biztosítható forrás, akkor a középtávon, rövid távon még hiányzó fejlesztések a ma tervezett rendszerbe igazából az alaphálózat szétbombázása nélkül beépíthetők. Tehát ez a teljesítmény plafon volt, amit figyelembe kellett vennünk. És amíg az átszállás említette, olyan szempontból ez könnyebb átszállni, hogy mivel a járatok ütemesen fognak közlekedni a terv szerint, tehát minden busz egy adott indulások lesznek szinte egész nap. Nekem nem kell azon gondolkodnom, hogy ha én bemegyek a 2-es busszal a vasútállomásra, ott nekem milyen járatom lesz tovább mondjuk a Jancsár utca felé, tudom, hogy nekem mindig 31-es buszom lesz, mert egész nap a 2-es, a 7-es meg a 3-as busz például a vasútállomáson mindig fog találkozni. Bejön a két irányból mind a két 7-es, a két irányból mind a két 3-as, és a két irányból mind a kettő 2-es, azok ott összegyűlnek, várnak 5 percet, és tovább mennek a saját irányukba. Tehát bemegyek a vasútra, tudom, hogy nekem mindig lesz 5 irányban járatom. Nyilván ennek be kell állni ennek a rendszernek majd az első időszakban, meg biztos, hogy lesznek korrigálások a menetidőben, meg ezekben, de a rendszer az így van felépítve. Szóval az átszállásokat nagyjából akkor majd lehet tudni, hogy hol vannak ezek azok a pontok, ahol akkor át tudunk szállni a következő buszra. Igen, és azt is fogjuk tudni, vagy azt is lehet majd tudni, hogy nagyjából mennyit kell várni rá, tehát nem az lesz, hogy ezek össze-vissza majd jönnek, hanem azt tudom, hogy a 7-es buszról mindig van 2-3 percen belül átszállás a 2-es buszra vasúton. Ezt menetrendi póknak hívják amúgy, mert a póknak a lábai a járatok, és ott van egy ilyen kis nyűzsgés, amikor összejön ez a 6 busz. Úgy van felépítve a rendszer, hogy a vasútállomáson negyed óránként van egy ilyen pók, és tulajdonképpen negyed óránként lehet eljutni a pók lábainak irányában tetszőleges járatokon. Van egy ilyen menetrendi tervező felület, a székesfehérvár.recity.io, ott ezt részleteiben lehet böngészni. A menetidőkben milyen változások várhatók? Hosszabbodnak, vagy rövidülnek éppen az átalakításnak köszönhetően? Ez napszaktól függ. Ugye ezen a forgalomfelvétel időszakában nagyon sok menetidőt tudtunk tapasztalati úton rögzíteni, és ebből az világlott ki, hogy csúcsidőszakban sok helyen kevés menetidő, tehát akár ilyen 5-10 perces kések is előfordulnak, napközben, vagy esetleg este viszont néhol sok.
Tehát azt nézzük, hogy vasárnap este a 35-ös busz 4-5 perce korábban simán el tud menni, mert nincs utasa. És hát senki nem akar 25-tel menni a vonalon, mert hát ugye az Üresvárosban az egy olyan, az sem túlzottan utasbarát. És akkor azt határoztuk el, hogy napszaknak megfelelő menetidőket próbálunk alkalmazni. Nyilván ez nem fog minden késés sietést megoldani, mert nem lehet azért teljesen a nap különböző szakában mondjuk 5-6-7 fél menetidőt meghatározni, mert az menetrend megjegyzőségét fogja zavarni. Meghatároztunk 3 fél menetidőt, van egy hétköznapi csúcsidőszaki, ami reggel meg délután van érvényben, van egy napközbeni, ami hétvégén egész nap és hétköznap napközben. Ez pár perccel rövidebb általában, mint a csúcsidőszak, ilyen 3-4-5 perccel ez rövidebb. Igazából ez az a menetidő, ami ma nagyjából a menetrendekben kiolvasható. Tehát a csúcsidőszakban megnöveltük a mai menetidőket szakasztól függően 3-4-5-6, akár 8 perccel. És este viszont levettünk a menetidőből, pusztán azért, hogy a busz ne menjen el korábban a megállóból, és a sofőrnek csak ilyen tötymörögnie, azért, mert nincsen utasa. És ugye ez azt jelenteni, hogy ha nem, tehát ha ekkora szórás van, tehát mondjuk 10 perc különbség van a menetidőben, nappal meg mondjuk csúcsidőszakban, ez azt jelenthetné, hogy a hosszú viszonylatokon a két végén már azért 10 perc eltérés van, napközben csúszkának az indulási idők, mondjuk ezen az új 26-oson, a Jancsár utcánál kifelé, mert annyival hamarabb átjut a városon. És ezért ilyen menetrendi időkijelítő pontokat helyeztünk el a hálózaton. Ez azt jelenti, hogy a buszok az útvonalukon egy ilyen főbb csomópontban néhány percet várnak napközben, hogy ne legyen nagy különbség a járat különböző szakaszain az indulás időpontokban. Tehát a hétköznap napközben a vasútállomásnál az oda beérkező buszjáratok 3-4 percet fognak várni menetrend szerint, egyrészt az átszállás biztosítása miatt, másrészt azért, hogy ne érjenek túl korán a túlsó végre, mert ott esetleg emiatt átszállások meg tudnak kijussolni, mert túl korán ér, és egyszerűen nem érje el a másik járat. Hétközben erre azért nem volt lehetőség, mert akkor ugye felbővítettük a menetidőt sok helyen jelentősen, és nagyon sokat kellett volna várni hétköznap napközben, hogyha csúcsidőben is ott van beépítve várakozás. Csúcsidőben ezek a buszok a vasútállomáson, meg a buszállomáson egy percet várnak menetrend szerint, ez valószínűleg észre sem lesz, tehát nem lesz észrevehető, mert a fölleszállás elviszi ezt az időt. De így tudtuk azt biztosítani, hogy azért alapvetően a város, tehát a belváros két oldalán lévő járatszakaszokon sem billeg nagyon az indulási idő az egyes megállókban. Ugye új összeköttetéseket is alkottak, hogyha néhányat mondana példaként. Nekem szívemnek kedves ez a 6-os-7-es járat például, amit szerintem egy jól használt város átszelő járat lesz. Igazából Fekete-hegytől két útvonalon a Kisfaludra és a Nagyszombat utcáig lehet eljutni. Ez a 7-es busz, ez a mai 37-es, a 30-es és a 22-es összegyúrásából tud létrejönni, és a 6-ossal együtt a szárazréti körforgalomtól egészen a budai Nagyszombati sarokig 15 percenként jutást ad. Hétköznap egy bő, jó két, tehát reggel 5-6 között indul ez a negyedórás időszak, 8-30-ig tudjuk ezt nyújtani, és délután is egy hosszabb csúcsidőszakban tudjuk adni. Ez például egy olyan járat, ami szerintem sok utast fog tudni megszólítani. Hasonlóan nagy reményeket fűzünk a 2-es buszhoz, ami a sóstói ipari parkot, bevásárló központot a vasút érintésével összeköti Öreghegyjel, és ott van a 24-es, amit igazából nem változtattunk meg nagyon, csak egy kicsit sűrítettük, és az üzemidejét este bővítettük. Az ma is egy jól működő járat, azt szeretnénk tovább erősíteni. Összehangoltuk egy kicsit jobban a 25-össel, a 25-öst meg szeretnénk hosszabbítani csúcsidőszakban a Bajmóczi utcai körforgalomig, hogy az Öreghegyi kis térségi központot el lehessen érni. És akkor igen, ezzel a megoldással, onnan abból a térségből, a 25-össel és a 24-essel reggeli csúcson 10 percenként lehet bejutni az Árpád Lajos térre és a Jancsár utca fele. Arra törekedtünk, hogy a legalább csúcsidőszakban a legfőbb tengelyeken 10 perc körüli követést tudjunk nyújtani. Ez a legtöbb helyen sikerült. Ennek ugye határt szab azért ez a teljesítmény plafon, illetve az, hogy a volánbusznak is véges az erre beállítható jármű száma. Tehát ugye a csúcsidői buszból kell a legtöbb, egyszerűen nem volt több busz. Érdemben nincsen több autóbusz a rendszerben, de úgy gondolom, hogy például a Palotai út vasút között megvalósuló 5-10 perc követés
a Palotai út kórház közötti 10-15 percenkénti követés, amiben van azért 5 perces időszak is, a Budai úti 15 percenkénti közlekedés, a 24-es, 25-ös közös 10 percezése, majd a Berényi úton a 10-es, 26-os és az 1-es busszal megvalósított nagyjából 10 percenkénti követés, az egy jó hívószó lehet. Nagyon sok helyen ma is van ennyi buszjárat egyes szakaszon, csak nincsenek, kevés vannak összehangolva egymással, és esetleg egyszerre elmegy kettő, és akkor elmegy kettő, aztán negyed óra jön a következő, és van negyed óránkénti busz, és negyed óránként jön kettő, aztán meg egy, és ezeket megpróbáltuk néha széthúzni, és azt gondolom, hogy ez érdemet tudja javítani ezeken a szakaszokon a közlekedésnek a vonzerejét. Milyen lesz az iparterületeknek az elérése? Igyekeztünk az ipari parkokba átszállásmentes közlekedést nyújtani. Ahova nem tudtunk teljes üzemidőben, például a Fekete-hegy felül az Alba ipari zónában, ez egyszerűen a hálózati szerkezet nem adta ki. Oda műszakváltás időszakában indítunk közvetlen járatokat. Igazából minden ipari parkba, szinte minden városrészben van közvetlen járat. Például a Sóstó ipari parkba el lehet jutni Öreghegyről, a piac térről az 1-es busszal, Öreghegyről a vasútállomáson keresztül a 2-es busszal, ott van az 5-ös busz, ami Fekete-hegyről közvetlenül elviszi az utasokat szintén a Sóstó ipari parkba, tehát igazából három nagyváros területről van közvetlen járat. A Videóton ipari parkhoz tudunk a Maros-hegy felül a 10-es autóbusszal, a Palotavárosból a 23-as busszal eljutást nyújtani, illetve a 9-19-es körjárattal, ami az egész várost föltárja a belső városrészeken. Az szintén a Videóton ipari parkig közlekedik. Az Alba ipari zónát a 13-as és a 16-os buszcsalád tárná föl, úgyhogy a 13-as járatok műszakváltáshoz igazodva 63-as számon a Hernád utcától Fekete-hegyről indulnának, tehát nekik is van ilyen átmérős várost átszélő járat. És az 5-ös és a 13-as úgy van kialakítva, hogy a műszakváltásokhoz igazodó járatok az autóbusz állomáson bevárják egymást, tehát át lehet szállni az 5-ösről a 63-asra és viszont meg az 1-esre. Tehát a reggeli és a késő esti időszakban nem csak a vasútállomáson van ilyen menetrendi pók, hanem a buszállomáson is, az oda beérkező helyi buszok a helyköziket is megvárják, és a többi helyi járatot is, tehát át lehet ott is szállni kölcsönösen a járatok között. Éjszakai járatok lesznek-e? Nem, a klasszikus éjszakai járatok nem lesznek. Egyszerűen nem fér be a menetrendi a keretbe, illetve még felmerül az, hogy a budapesti vonatoktól miért nincsen éjszakai közlekedés el a város különböző pontjaiba. Én megszámoltam egy-kétszer ezeket a budapesti vonatokat, és én is szoktam Budapestre ezekkel a vonatokkal járni, és ezekre a vonatokról Fehérváron néhány fő száll le. És az látszik most, hogy a 22 óra 40-kor induló, tehát Budapestre 22 óra 40-kor induló vonathoz még tudunk értelmesen buszokat illeszteni, de a következő két vonathoz, ami 0 óra 40 körül és 1 óra 40 körül érkezik a fővárosból, azokhoz legalábbis a téli, tavaszi, őszi időszakban nincs igazából érdemi igény arra, hogy ott tehát 6-7 emberre nem érdemes egy városi buszokat beindítani. A rendszer úgy van felépítve, hogy alapvetően később könnyűszerre tudja kezelni az éjszakai közlekedés kérdését. Például ez a 7-es, a 2-es és a 3-as buszok a 24-essel kiegészítve az egész város tulajdonképpen le tudják fedni. És a mai menetrendi szerkezet is úgy van kialakítva, hogy ezek a buszok egymáshoz csatlakoznak 22 órától kb. Így tudom mondani. És például a vasútállomástól, ha indulok a bármelyik 2-es busszal este az Öreghegy felé, engem az Áron Lajos téren fog várni egy 24-es busz, amivel tudok jutni az Öreghegynek a másik irányába. Ugye a Kassai utcára elvisz a 2-es, de az Öreghegy központja igazából ott a Bajmóczi utca környékén van, és oda ugye nem jár most a vasútállomástól közvetlen jár, de a 24-es busz mindig engem ott fog várni. Tehát a 23-54-kor elindulok az utolsó 2-es busz az Öreghegy felé, akkor nekem éjfélkor még fog várni egy buszon az Áron Lajos téren. Ugye a 24-es busz egy másfél órával bővebb üzemidővel jár este éppen ezért, hogy ez az eljutás még biztosítva legyen. És ez nem csak a vasúttól utazóknak jó, hanem aki a belvárosból szeretne hazamenni Öreghegyre, neki 23-52-kor még van egy busz a Jancsár utcából.
Ugye ezek tervek, ha jól tudom, akkor nyáron lép majd ez a buszmenetrend érvénybe, és addig is azért a lakosság érezheti ugye a véleményét, esetleg a kérdéseit, vagy pedig azt, hogy mit szeretne. Hol tudják ezt megtenni a közlekedők? Április 30-ig tart a véleményezés, és tehát ezt az elején akartam mondani, vagy szerettem volna mondani, hogy itt ugye a munka úgy indult, hogy gondolkodjunk arról, hogy mi legyen, és mindenkinek voltak ötletei, és ugye a szakemberek terveztek, egyeztetünk a Volánnal, a közgyűlés tagjaival, a polgármesterről, a polgármesterulakkal, de ugye a userek, a felhasználók alapvetően még nem véleményezték ezeket a terveket, és ugye most van az időszak, amikor mindenki érdemben tudja befolyásolni ezt a munkát. Az első napon 116 észrevét érkezett, és ez egy nagyon ígéretesen induló véleményezés. Azóta kicsit csökken az érdeklődés, de nagyon bíztatok mindenkit, hogy még éljen vele, mert a legjobb tudásunk ellenére sem biztos, hogy mindent észrevettünk. Könnyen lehet, hogy egy-két hibát benne hagytunk, és aki fél éve, egy éve ezt nézi, az nehezebben szűri ki a hibákat, mint aki újként találkozik vele, és frissen, akár a saját járatára fókuszálva alaposan át tudja nézni ezt a tervezetet. Én biztos vagyok benne, hogy lesz módosítás a végleges változatban, és biztos vagyok abban, egy sok mindent nem fogunk tudni most bevezetni, ám egy adatbázis készül ebből, és ez a későbbiekben a rövid középtávon tervezett fejlesztések kapcsán nagyon jó gyűjtemény arra, hogy mi az, amire érdemes rágyúrni a következő ütemben, és azokat el kell tenni a talomba, hogy akkor ezzel foglalkozunk a következő alkalommal. Biztos vagyok benne, hogy most remélem, hogy ez a hálózat nem fog 45 évet megélni, hanem ez organikusabban tud a várossal együtt alakulni. És erre fel kell készülnünk, hogy ezt utána gondozzuk is, ezt a kialakult hálózatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt itt a stúdióban, és egy kicsit jobban átláthattuk, megismerhettük az új buszmenetrendet, és további jó munkát kívánok még a kivitelezéshez. Tényleg mindenki biztatok arra, hogy véleményezz április 30-ig, és nagyon várjuk az észrevételeket. Köszönjük szépen önöknek, nézőknek, hogy megtekintették ezt a műsort. A vendég Pap Zsigmond közlekedési szakértő volt, és hát az előbb elmondta a vendégem, hogy április 30-áig még megtehetik, hogy véleményezik ezt a tervezett buszmenetrendet, ami ugye nyáron kerül bevezetésre. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!